Tisztelettel köszöntöm Önöket. Slakta Margit újratemetéséről, a Fiumei úti sírkertből jelentkezünk. És itt van velem Potocskányi Körösi Anita, aki Siófok és környékének, Somogy megyének az egyik választó körzetében közös ellenzéki jelölt, valamint jelenleg is országgyűlési képviselő a Jobbik színeiben, valamint a Jobbiknak az alelnöke. Részt fog venni mindannyiunkat képviselve természetesen itt az újratemetési szertartáson. Nekem egy másik programra kell menjek, de leróttam kegyeletemet Slakta Margit előtt. Nagyon fontos, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára, nem csak keresztényeknek és nem csak nőknek, de azt gondolom, az ő példája nagyon sokunkat tud inspirálni ezekben az időkben. Anitát kérem, hogy néhány szóban mondja el, hogy mi volt a jelentősége számára és mindannyiunk számára Slakta Margitnak. Én is köszöntöm Önöket. Slakta Margit az első női országgyűlési képviselőt hazánkban, és az a karitatív tevékenység és az a szociális munka, amit képviselőként és megválasztása előtt is tett, olyan mértékű empátiát, szociális érzékenységet mutat mindannyiunk számára, amiből példát vehetünk. A mai újratemetésnek azért is van nagyon nagy jelentősége, mert a társadalmunkban egyre több a probléma, a szociális probléma. Nekünk, képviselőknek ezért is kell dolgoznunk, és ez az újratemetés és Slakta Margit emléke ebben mutat nekünk példát. Még egyszer köszönöm szépen, Péter, hogy együtt fogadtuk le kenyeretünket. Én köszönöm szépen a kezdeményezést. És természetesen, bár itt most ugye nyilván a kormánypárt részéről is nagyon komoly jelenlét van, mindannyiunk érezzük Slakta Margitnak a hatását mind a mai napig. Ugye a keresztény szociális gondolat az egyik nagyon fontos. Két világháború közötti időszakban is valóban a törvényhozás első női képviselője volt, és hát még azt is el kell mondjam, hogy Hódmezővásárhelyen is megemlékeztünk mi a korábbi zsidó imaházban, iskolában. Slakta Margitról ugyanis ő 1944-ben zsidómentéssel is foglalkozott, tehát egy nagyon ismert katolikus nővér, akinek a szociális tevékenysége mellett, és hát annak részeként is mondhatnám, a zsidómentés is nagyon fontos volt. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon komoly példát ad nekünk. Az is látszik, hogy a 1945 utáni világban, ugye a 47-es országgyűlésben is aktív szerepet vállalt a politikában, egészen addig, amíg újra emigrálni, illetve először számára emigrálni kényszerült, és az Egyesült Államokban élt végül, és ott halt meg, onnan tért most haza Hambaiban. Úgyhogy gondolom, hogy mindannyiunk nevében róttuk le most egy-egy virággal a megemlékezésünket, a hálánkat az ő tevékenységért. Nagyon szépen köszönöm, hogy követték a bejelentkezésünket, és természetesen aki teheti egy-egy imával majd egy fohásszal adjon hálát Slakta Margitnak a magyar demokrácia, a keresztény szociális gondolat, a zsidók megmentése és a katolikus feminizmus egyik képviselőjeként. Nagyon szépen köszönöm, hogy követtek bennünket, és köszönöm még egyszer Anitának a meghívást. Amen.